pont nélkül távozott a Kozár Mislenyese a Győri Audi Arénából. A Baranyai Együttes győzni ment a zöld-fehér gárda otthonába, ennek rendje és módja szerint kezdték a találkozót. A félidőben még vezettek Palotás Fannék 18-17-re. A 40. perc után azonban a hazaiak kezdték jobban kontrollálni az összecsapást, és onnan már nem tudott visszakapaszkodni a Mislen. A Győri Audi Eto KC U18-as csapata végül 40-29-re nyert. Egy életet mérkőzésre számítottam annak tükrében, hogy sejthető volt, hogy vissza fog tudni játszani minden felnőtt kerettagú játékos az Eto U18-as csapatának. Mert ez így is lett. Ennek ellenére sokáig partiba voltunk, és sokáig vezettünk, és jól tartottuk magunkat. Sajnos történt a 40. környékén, tehát a mérkőzésnek több szakaszában is voltak olyan periódusok, amikor eldönthettük volna a meccset, és magunk javára fordíthattuk volna teljes mértékben a mérkőzést. Nem tudtunk élni ezekkel a lehetőségekkel. Ráadásul Palotás és Szemmerok nagyon hamar összeszedte két-két perces kiállítását, így azzal is sáfárkodnunk kellett, hogy nem tudnak a védekezésbe fennmaradni. Egyértelműen azt gondolom, hogy a kezdősornak a megbontása után a 40-42. Perc környékén kétestünk, igazából nem is tudok jobb szót mondani fejben. Ekkor a győrnek volt egy nagyon jó periódusa, és ott az alá is döntötte a mérkőzést. Azért emelted ki az első számú játékosokat, mert eddig nem volt jellemző, hogy visszajátszottak volna? Hát ugye 20 forduló vagyunk túl, és ahogy néztem ezeket a lányokat, eddig 6-7 meccsen kaptak lehetőséget az NB1-B-s csapatba. Ezzel együtt is illett volna és kellett volna nyernünk, ugyanakkor szokásos történet, hogy az a csapat, aki egy pontokat tud szerezni, az Eto ellen az örül, aki nem szerez pontot, mint ahogy mi, az nem örül. Hozzá kell tartozni, hogy amikor hogy a mérkőzés nálunk volt, akkor nem voltak itt ezek a lányok, 8 fordulóval nyertünk, most itt voltak, most ők nyertek 11-je. Érezhető a hangodban a csalódottság, bár itt a bajnokság vége felé már szerintem annyira nem oszt, szoroz egy vereség, vagy nem így látod? Hát ugye mi azért küzdöttünk volna azért a harmadik helyért, és most azért be kell látni, hogy azért ez most elég messzire került tőlünk, és hát most az a kérdés, hogy a 4., 5., 6. Szekszár, Magyatár, Kozár, Mislen 3-asból ki fog befutni be a 4. helyre, én úgy gondolom, hogy most valahol oda jön. Illetve talán a csalódás az az, hogy most már sokat szorra a kezünkben lévő mérkőzést nem tudunk úgy leirányítani, ahogy nekünk azt le kellene. Tanulunk ebből is, és bízunk benne, hogy lányok tapasztalatokkal kellának egy év alatt, és jövőre az ilyen mérkőzéseket már meg tudjuk nyerni. Ragoncsa Dominika is úgy látja, hogy a védekezésen ment el a meccs. Mi úgy terveztük, hogy ez a két pont a miénk lesz, de ez sajnos most nem így alakult. A védekezésen múlott inkább ez a meccs, mert ez most nem nagyon ment. Az első fél időben a támadást viszont szépen megoldottuk. A nyitott védekezés ellen is, meg a hatos védekezés ellen is, és a második fél időben sajnos a 3-2-1-es védekezést azt nem tudtuk megoldani, de inkább a védekezésen ment el most sajnos. Pedig a fél időben még vezettetek, ugye a 40. perc tájékáig körülbelül addig nem volt probléma. Igen, mert akkor a támadások azok sikerült bedobnunk minden zittert, a védekezés meg így még ki tudjuk vele egyenlíteni, és hát ugye a második fél időben meg nem tudtunk sajnos gólokat dobni, nem tudtuk bedobni az ittereket, ami kapufelet, azt se sajnos befele pattant, úgyhogy... Kovács Tamás mondta, hogy az sem könnyítette a dolgotokat, hogy sok volt az első csapatból a visszajátszó. Igen, hát nem könnyítette meg a helyzetünket ezzel, de hát mindig az ellen kell játszani, itt pályára, annak sajnos nem válogathatjuk meg, hogy kit raknak keresztbe, meg pályára. Így kellett megmutatnunk és teljesítenünk, amit tudtunk. Ez most sajnos így sikerült. Javítani legközelebb hazai pályán a Gárdony Pázmánd NKK ellen lehet. A bajnokság 9. helyezettjét szombaton este 6-kor látjuk vendégül a Kozár Mislenyi csarnokban. Hajrá, Mislen!